Közeledik a karácsony, ami sok esetben lázas otthoni sütés-főzéssel és maratoni bevásárló körutakkal jár együtt. A mai biztonsági zónában a karácsonyi készülődés biztonsági kérdéseivel foglalkozunk. Az ünnepi forgatagban, az ünnepi hangulatban hajlamosak vagyunk arra, hogy az értékeinkre kevésbé ügyelünk, és ezt a tolvajok előszeretettel ki is használják. Nagyon fontos, hogy a bevásárló szatyrunk, kosarunk tetejére ne tegyük a pénztárcánkat, mert az kínálkozó alkalmat nyújt a rossz hiszemű embereknek, és ezt előszeretettel ki is használják. Illetve nagyon fontos, hogy ilyenkor azért a zsebtolvajok is aktívabbak, mint az év többi időszakában, ezért fokozottan felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az értékeikre vigyázzanak, lehetőség szerint ne a táskájuk tetejére helyezzék a pénztárcájukat, illetve ne a ruházatuk külső zsebébe, nem azt valamelyik belső zsebbe rejtsék el, lehetőség szerint, hogyha cipzáros a zseb vagy gombbal védett, akkor azt használják. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy a vásárlás lázában, hevében, az ünnepi hangulatban hajlamosak vagyunk arra, hogy a táskánkat becipzározzuk, a pénztárcánkat a külső zsebbe, farzsebbe betesszük, ami kínálkozó alkalmat nyújt a tolvajoknak. Nagyon fontos, hogy a bevásárlás végén, mikor a járművünkbe pakolunk, akkor se lankadjon a figyelmünk, mert a tolvajok sajnos a parkolóban is előszeretettel vadásznak az áldozataikra. Miért hajlamosak vagyunk arra, hogy kinyitjuk a járművünknek az ajtaját, miközben a csomagtartóba pakolunk, és a táskánk a megmaradt pénzünkkel újabb lehetőséget nyújt a tolvajoknak, hogy azt megszerezzék. Gyakori még az az eset is, mikor megérkezünk a bevásárlóhelyre, és bent felejtünk látható helyen értéket, ami egyébként a bevásárláshoz nem is szükséges laptop, táblagép, és az elkövetők ezt is előszeretettel veszik magukhoz. Sajnos vannak olyan elkövetői körök, akik úgynevezett blokkolós módszerrel megakadályozzák azt, hogy a járművünket bezárjuk, és mi annak a tudatában hagyjuk ott a gépkocsit, hogy azt már bezártuk, mert megnyomtuk a távirányítón a szükséges bezáráshoz szükséges gombot, azonban nem ellenőrizzük le. Nagyon fontos, hogy ezt az ellenőrzést ne felejtsük el, tehát addig a gépjárművünket ne hagyjuk ott, amíg nem győződtünk meg arról, hogy az valóban be is záródott. Onnantól kezdve, hogyha egy ilyen úgynevezett blokkolós módszerrel megakadályozzák a gépjárművünknek a bezárását, miután ott hagytuk a gépkocsinkat, az elkövető tulajdonképpen nyitott autóban szabadon garázálkodhat, és azt az értéket veszi magához, amit egyébként a járműbe talál. Ennek az a veszélye még továbbá, hogy egyébként nem is feltűnő, hiszen az autónk mellett közlekedő személyek azt hihetik, hogy a járműnek a tulajdonosa éppen keres valamit a járművében. Ez a módszer nem jár olyan hanghatással és látványelemekkel, mint egy gépkocsi feltörés, amikor a szélvédőnek a szilánkai szanaszét repülnek, tehát nem érzékelhető, úgymond a külvilág számára, tulajdonképpen itt egy bűncselekmény elkövetése zajlik. Ámán András beszélt arról is, hogy miért különösen fontos ebben az időszakban odafigyelni az értékeinkre. Ilyenkor azért a bevásárló központok, akár a parkolók, akár az üzletek túlzsúfoltak, sokkal könnyebben úgy oda tudnak férkőzni a kiszemelt áldozatokhoz, hogy nem keltenek gyanút, nem keltenek feltűnést, és a menekülést is gyorsabban megtudják. A látszat ellenére azt hinnék, hogy a nagyobb tömegben nehezebb menekülni, viszont sokkal könnyebb, a gyakorlati tapasztalat ezt mutatja. Zsebeink kontrollálása és az autó lezárása mellett lakáson belül is érdemes betartani az ünnepekhez kapcsolódó biztonsági előírásokat. A karácsony az nagyon fontos ünnep a családok életében, ezért nem állt megfelelő körültekintéssel végezni a tevékenységeket. Elsősorban itt a karácsonyi adventi koszorúgyújtásnál ott nyíltlángot használunk, ezek nagy részt gyertyák, amik égnek. Nagyon fontos az adventi koszorúnál, hogy olyan tára helyezzük, ami nem éghető anyagú, üveg, fém, esetleg kerámia. Nagyon fontos, hogy mivel ez nyíltláng, hogy ne hagyjuk őrizetlenül, ha kimegyünk abból a helyiségből, akár ez jelentheti a konyhát vagy az étkezőt, akkor oltsuk el ezeket a gyertyákat, nagyon sok tragédiát megelőzhetünk vele. Továbbá a karácsonyi készülődéshez hozzátartozik a főzés. Nagyon figyeljünk, nagyon sok tűzeset keletkezik, szintén abból, hogy magára hagyjuk, kifut, eloltja, meggyullad az olaj, ilyenekre figyeljünk oda, mert nagy tüzeket lehet vele megelőzni, sem hagyjuk természetesen őrizetlenül a fölrakott ételt, mindig figyeljünk oda rá, ha elmegyünk otthonról, akár csak a kisboltba szaladunk le egy összetevőért, akkor mindenféleképpen zárjuk le addig a tűz helyet. Utána néhány perc múlva újra melegszik, viszont lehet, hogy egy tragédiát akadályozunk meg vele. Karácsonyfa izzó
nál törekedjünk elsősorban arra, hogy üzletben vásárolt karácsonyfa, bevizsgált karácsonyfa ízókat használjunk. Nagyon fontos az, hogy ezeket sem működtessük sokáig, nem azért vannak ezek az ízók, hogy napokon keresztül lekapcsolás nélkül világítsanak, akkor, amikor meghitté varázsolják az életünket az esti időszakban, bekapcsoljuk őket. Éjjelre, amikor lefekszünk aludni, ezeket kapcsoljuk ki, áramtalanítsuk lehetőség szerint, hogy nyugalmi helyzetbe vissza tudjon térni azok a vezetékek. Ezek nem feltétlenül arra vannak méretezve, arra vannak kialakítva, hogy egész nap, vagy akár egész karácsony ünnepkörben világítsanak. Lehetőség szerint a karácsonyfán kerüljünk a nyílt lángot, azaz a gyertyák használatát. Ha mindenféleképpen ragaszkodunk hozzá, akkor figyeljünk arra, hogy olyan nem éghető anyagú csipeszekkel, tartókkal tegyük föl, amik igazából segítenek abban, hogy a viaszt is felfogják meg, hogyha fixen rögzítik az ágakon a gyertyákat. Itt is nagyon fontos az, hogy mindenféleképpen felnőtt jelenlétében történjen minden olyan tevékenység, ami nyílt lánggal kapcsolatú, gyerek kezébe égőeszközt vagy gyújtóeszközt természetesen ne adjunk. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk őrizetlenül. Csillagszóró, hogyha elhelyezzük a fán, nagyon szépen fel tudja emelni a hangulatát, tudja befolyásolni a karácsony ünnepkörnek. Arra vigyázzunk, hogy a szikla maga nem tudja meggyújtani a karácsonyfát, de igazából, hogyha az izzó rész valamihez hozzáér, az bizony képes arra, hogy begyújtsa a karácsonyfát. Figyeljünk oda arra, hogy a téli hidegből behozott karácsonyfa az körülbelül egy hét után a szobahőmérsékleten olyan szinten kiszáradt, hogy már maga egy legkisebb gyújtási körülményre, hőmérséklete már igazából lehetséges, hogy beízik, begyullad, ez veszélyhelyzeteket lehet magába. Az elhelyezésnél figyeljünk arra, törekedjünk arra, hogy lehetőség szerint bútoroktól egy kicsit messzebb rakjuk, természetesen függönytől, egyéb ilyenektől, hogyha valamilyen tragédia történik, akkor meg tudjuk akadályozni. És hogyha gyertyát vagy csillagszórót gyújtunk a fenyőfán, akkor igazából helyezzünk készszelétbe, vagy valamilyen tűzoltókészüléket, elsősorban mondjuk poraloltókészüléket, vagy akár minimálisan egy kancsóvizet, hogy el tudjuk oltani.